Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma szeptember 27-e van, az Adalbertek ünneplik névnapjukat. 490 éve született Báthori István, erdélyi fejedelem, Lengyelország királya. A szerb ortodox egyház ma ünnepli a Szent Kereszt felmagasztalását. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei címszavakban. Nemzeti gyásznap van Szerbiában. Lezárták a forgalom előtt a Zentai út egy részét a szabadkai víztisztítónál. Megújul a Magyar Kanizsai József Attila könyvtár. A községi vers és prózamondó versennyel kezdődött a Hegyesi Literatúra, azaz a Csépe Emléknapok rendezvénysorozat Kishegyesen. Négy nap után feloldották a blokkád alól az észak-koszovói Bánszka falut. A hétvégén történt incidensben a falunál több szerb és egy koszovói rendőr halt meg, azóta több helyi szerbet is őrizetbe vettek a pristinai hatóságok. A szerb kormány nemzeti gyásznapot hirdetett mára a Koszovóban történt tragikus események miatt. Négy napig volt blokkád alatt Bánszka falu, mindazok után, hogy vasárnap hajnalban a szerbek egy csoportja megpróbált lezárni egy utat a településen. A szerbek és koszovói rendőrök között halálos áldozatokat követelő fegyveres összetűzés tört ki. A koszovói hatóságok a kutatást befejezték a településen. Miloš Vučević, szerb védelmi miniszter az eset kapcsán azt nyilatkozta, sokan elhamarkodott következtetéseket vontak le. Taj režim Kurti je proglasio čitav sever Kosova Metohija zonom antiterorističke operacije, odnosno terorističkih aktivnosti, što im je omogućilo da mimo svih pravila procedura rade ono što rade. Znači nije samo pitanje progon, pucanje, upucavanje, bukvalno ustreljavanje Srba, nego i upadanje po kućama, maltretiranje, hapšenje, masovna hapšenja i nastavak svega onoga što se već mesecima provodi nad Srbima. A szerb védelmi miniszter azt is elmondta, hogy a KFOR-tól más reakciót vártak. Szerinte azok félreálltak és megengedték a szerbek vadászatát. A KFOR ezzel szemben úgy nyilatkozott, hogy csapataik jelen vannak a térségben, figyelemmel kísérik a helyzetet, és készek reagálni, ha szükséges. Péter Stano, az Európai Unió szóvivője azt mondta, akkor hoznak döntést, ha lezárul a vizsgálat a koszovói eseményekkel kapcsolatban. When we have full and clear picture from the investigation about what happened, who was behind it, who is responsible, then we will take the necessary decisions or consequences from this. But at this stage it's important to clarify all the facts, all the circumstances, all the culprits, and to make sure that those responsible will be held accountable. But we will not jump ahead making conclusions. A szerb ortodox egyház közleményében részvétét fejezte ki a bánszkai áldozatok hozzátartozóinak, arra is felhívták a figyelmet, hogy sokan megpróbálják az egyházat a konfliktus résztvevőjeként, sőt bűnösként ábrázolni. Ezeknek a célja szerintük az, hogy az egyház a hívőkkel együtt eltűnjön Koszovóról. A közlemény szerint az egyház a koszovói kérdés békés párbeszéd általi megoldása mellett foglalt állást. A Koszovó északi részén található településeken, Zvecsánban, Leposavicban, Zubinpotokon és Koszovska Mitrovicában gyertyákat gyújtva emlékeznek az áldozatokra. Koszovón a szerbek lakta területeken háromnapos gyász van. Még mindig tart a koszovói rendőrség akciója Bánszka településen és annak környékén a vasárnapi fegyveres incidenst követően, mondta a régió irányításáért felelős koszovói rendőrigazgató helyettes. Veton Ejszani szerint az akció még nem tekinthető teljesen befejezetnek, és az embereknek azt tanácsolta, hogy a környékbeli erdőkbe egyelőre ne menjenek be. Hozzátette, hogy a koszovói rendőrség speciális egységei is a helyszínen vannak, és olyan robbanószerek után kutatnak, amik az összecsapás során nem aktiválódtak.
Ülésezett a tartományi kormány, ahol számos újvidéki és egyéb vajdasági beruházásokra különítettek el pénzt. Határozatot fogadtak el arról, hogy 104,9 millió dinárt szánnak a vízellátórendszerek felújítására, amely által biztonságosabb lesz a vízellátás Újvidék területén. A tartomány továbbá több oktatási intézmény felújítására is biztosít forrásokat. 25,1 millió dinárt kap az adai Baraparti Csekároly általános iskola a tornaterem tetőszerkezetének felújítására, 14,7 millió dinárt pedig a Gombosi József Attila általános iskola a tetőszerkezetének cseréjére. Emellett fejlesztések zajlanak majd két nagykikindai iskolában is tartományi forrásokból. Ezen felül 5,4 millió dinárt különítettek el a Bácskosútfalvi otthon értelmi fogyatékosokat gondozó szociális intézet kazánházának javítására. Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke és annak tagjai a nemzeti gyásznapra való tekintettel egy perces néma csenddel tisztelegtek a koszovói összetűzések során elhunyt áldozatok emlékére. Lezárták a forgalom előtt a Zentai út egy részét a szabadkai víztisztítónál. Az aluljáró területén végzett munkálatok, valamint a gyorsvasút építési munkálatai miatt az utat szeptember 27-től november 20-áig zárják le ezen a szakaszon. A közlekedésben résztvevők alternatív útvonalat használhatnak ez idő alatt. A Zentai és a Maxim Gorki utca kereszteződésétől a város másik felére a Bajnát utca új szakaszán, majd pedig a Losiny és a György-Nátorsevics utcán keresztül lehet eljutni. Az E75-ös autópálya irányából letérők Palicson keresztül tudják majd megközelíteni a várost. Azok a járművek, amelyek ösztömege meghaladja 7,5 tonnát, a szabadkai déli és szabadkai északi csomóponton behajthatnak a városba az autópályáról. Megújul a Magyar Kanizsai József Attila könyvtár, hiszen jelenleg is zajlik az épület külső festése. Az intézmény 2005-ben költözött be az új épületbe, és azóta nem került sor ilyen beruházásra, így már aktuális volt a kültéri festés. Az épület falain belül egyébként több kulturális szervezet is működik. A munkálatokhoz szükséges pénzeszközt a Magyar Kanizsai Önkormányzat biztosította. Néhány évvel ezelőtt felmerült az igény az épület külső festésére, mivel ugye az időjárási körülmények jelentős nyomokat hagytak az épület állagán, és az idén sikerült megvalósítani a teljes kültéri festést. A teljes munkálat nagyjából 2-3 hétig fog tartani, ami a festés finanszírozását illeti, az teljes egészében Magyar Kanizsa önkormányzata vállalta, 1,7 millió dinár összegű a beruházás, amit végrehajtanak. Korábban már voltak ugye kisebb-nagyobb beruházások a magán az épületen, illetve belőle vásároltunk különféle eszközöket, könyvespolcokat, de ami a külső részt illeti, illetve az összeg nagyságát nézzük, akkor ez most egy jelentősebb, egy nagyobb beruházás. A harcok nem csitulnak, továbbra is tartanak az összetűzések Oroszország és Ukrajna között. A legutóbbi információk szerint rövid időre ismét felfüggesztették a forgalmat a Krími hídon. Továbbá egy titkos dokumentumból, amit Kijev küldött a nyugati szövetségeseinek, az is kiderült, hogy a drónok, amelyeket Oroszország használt az ukrajnai támadásokhoz, európai gyártók alkatrészeivel működtek. Mindeközben Moszkva arról számolt be, hogy számos dróntámadást visszavertek, illetve az orosz hadsereg modern fegyverekkel erősíti magát. Tűzütött ki egy esküvői mulatságon az észak-iraki Ninive tartományban, ahol legalább 114-en meghaltak, több mint 150-en pedig megsérültek, jelentették be szerda reggel a helyi hatóságok. A tűz okát egyelőre nem tudni, vélhetően a mulatságon használt tűzijátékok miatt történt a tragédia. Az iraki hírügynökség a helyi polgári védelemre hivatkozva azt közölte, a mulatságnak helyet adó terem külső falait erősen gyúlékony burkolattal vonták be. Ezt
a fajta burkolatot pedig éppen gyúlékonysága miatt tilos használni építkezéseknél. Sajtóértesülések szerint az épület, melynek egy része beomlott, nem volt megfelelően ellátva vészkijáratokkal sem. A rendezvényen készült videófelvételeken látható, hogy a tűz az ifjú házasok tánca idején lobbant fel. Egyelőre nem tudni, hogy ők is az áldozatok között vannak-e. Az ügyben folyik a nyomozás. Olaszországi gyógykezelésre utazott családjával a Temerini Varga Helena ugyanis összegyűlt a kezelésére szükséges első részlet. Ez azonban a teljes összeg alig 20%-a, így a gyűjtés folytatódik. Keddeste Helena gyógyulásáért elnevezéssel humanitárius rockkoncertet tartottak Újvidéken, a Fabrika Újvidéki Kulturális Diákközpontban. Az alig 2 éves kislánynál 16 hónapos korában egy olyan rákos daganatot diagnosztizáltak, amely csecsemő és kisgyerekek idegszövetében alakul ki. Helena már túl van egy műtéten és 4 kemoterápián. Szép számban összegyűlt a közönség a Temerini Varga Helena részére megrendezett jótékonysági rockkoncerten Újvidéken. A zenészek örömmel tettek eleget a felkérésnek, mert bíznak abban, hogy ezzel is segíthetik az alig 2 éves kislányt. Kad god pozovu, ja se odazovem, bilo ja, bilo moji prijatelji, to je prirodno i svako treba da pomogne spram svojih mogućnosti, snaga, darova koje ima, a svako je u nečemu dobar. Večeras smo ovde zbog deteta kojem treba pomoći, Helena Varga. Zenészek, előadó művészek, 5 együttes muzsikált és szerepelt rövid bohózattal az esten. Nažalost, toliko ima tih i poziva i mislim mi se uglavnom odazivamo kad god imamo vremena se odazivamo, ali stvarno je ono jako puno i dece koje je bolesno i tu nisu samo i deca, tu ima i ljudi i retki bolesti i stvarno ono dosta problema, tako da nekako je postalo ono paradoksalno da smo relativno siromašna zemlja, a stanovništvo u stvari leči jako puno ljudi uz sistem koji imamo koji je takav kakav. A Temerini Varga Helénánál 16 hónapos korában egy olyan rákos daganatot diagnosztizáltak, amely csecsemők és kisgyermekek idegszövetében alakul ki. Bilo je planirano večeras da se Lila, Helenina majka, obrati večeras javnosti, međutim, zbog lepih vesti koje su juče dobili, a to je da je uplaćen prvi deo novca koji je potreban za lečenje, Helena je sa svojim roditeljima jutro se otputovala za Italiju, to su lepe vesti, tako da će sa lečenjem otpočeti u najkraćem mogućem roku. Nažalost, potreban je veliki iznos novca da se prikupi, te zbog toga pokrenuta akcija preko fondacije Budi human. Za sada je skupljeno negde oko 20% potrebnih sredstava, ukupan potreban iznos je 360.000 €. Ha valaki a Budi Human alapítványon keresztül szeretné támogatni a Temerini kislány gyógyulását, a 3030-as számra küldje üzenetben a 1550-es kódot. Egy üzenet ára 200 dinár. Az Aranyeső községi vers és prózamondó versennyel kezdődött a Hegyesi Literatúra, azaz a Csépe Emléknapok rendezvénysorozat Kishegyesen. Az Aranyesőt idén 50. alkalommal szervezték meg kishegyesi és bácsfeketehegyi diákok részvételével. A 95 éve született Fehér Ferenc szövegeivel érkeztek az általános iskolások az Aranyeső községi vers és prózamondó versenyre, amelyet a kishegyesi helyi közösség tetőterében tartottak. Fehér Ferenctől hoztam a játékot, és azért választottam ezt a verset, mert egyaránt benne van az a komolyság és az a játékosság, ami nekem való. Ám zöldre, már semmi mag. Erdőről szól, hogy az ég most hallgató, meg azért választottam ezt a verset, mert ilyen vidám meg nagyon tetszik nekem, hogy ilyen komoly vers. A résztvevőket szakmai zsűri értékelte, a legjobb a könyvjutalomban részesültek. A kishegyesi helyi közösség 1972-ben kezdeményezte, hogy emlékezzenek meg Csépe Imre helyi származású író születésnapjáról. Ennek része a községi szavaló verseny is.
Egy emlékbizottságot hoztak létre, amelynek a szélére Fehér Ferenc került, és ő 1973-ban, tehát 50 éve jelentette be, hogy kezdeményezik egy községi szintű vers és prózamondó verseny megszervezését, és ennek az elnevezése lett Aranyeső. Tehát ez 50 éve indult, és azóta is folyamatosan megszervezik. A helyi közösség a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a Kishegyesi Könyvtár szervezésében zajlik a literatúra rendezvénysorozat, melynek keretében pénteken a Petőfi busz érkezik Kishegyesre, szombaton pedig ünnepélyes keretek között átadják a felújított művelődési épület együttest, ahol a könyvtár is helyet kap. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Megelőző egészségügyi vizsgálatokon vehettek részt Magyar Kanizsán a község nyugdíjasai. Méznapokat tartanak Szabadkán. A híradó után ma is közügyek című műsorunkat követhetik figyelemmel a stúdióban Loboda Árpád. Szervusz, milyen témákról szóltok ezúttal? Szia, Monik, köszöntöm a híradó nézőit. Gyásznapot hirdetette a szerb kormány mára a tragikus koszovói események miatt. Mi történik a tartományban? Hogyan fajult idáig a helyzet, hogy 4 civil és 1 koszovói rendőr halt meg? Ezzel a témával kezdünk. Majd a Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény néhány hete átadott noszai épületével is foglalkozunk, amely kihelyezett tagozatnak ad majd otthont. Beszélünk még a Szabadka környéki hulladékközpontokról is, aztán egy vérbeli futó tehetséget várok a stúdióba, Kádár Lara, még csak 12 éves, de már a 87 kilométeres táv kihívását is teljesítette. A híradó után várom önöket, tartsanak velünk. Köszönjük szépen! A mezőgazdasági helyzet és az együttműködési lehetőségek feltérképezése céljából Baden-Württembergi küldöttség érkezett Vajdaságba. A delegációt a tartományi mezőgazdasági titkárság ma fogadta. A Baden-Württembergi küldöttség részeként 25 diák is érkezett a németországi tartományból. A mezőgazdasági iskolákból érkező diákok lehetőséget kaptak megismerkedni a vajdasági agrárium helyzetével, valamint beszélgetni a kortársaikkal, akik hasonló képzésben vesznek részt. Seit 2015 jedes Jahr Austausch zwischen Studierenden. Es waren schon 7 Gruppen aus der Vojvodina bei uns in Baden-Württemberg und die zweite Gruppe jetzt aus Baden-Württemberg hier in der Vojvodina. Vajdaság és Baden-Württemberg kapcsolata több éves sikeres együttműködésre tekint vissza. U pitanju je već sada tradicionalna saradnja između Vojvodine i pokrajine Baden-Württemberg. Ona ima svoj naučni i da kažemo edukativni sadržaj, ali smo se potrudili ovog puta da to da naše goste, dakle, udomimo na taj način da se upoznaju, dakle, i sa kulturnim i istorijskim nasleđem koje autonomna pokrajina Vojvodina ima. A németországi küldöttség 7 napos látogatáson van Vajdaságban. A diákok többek között a Futaki mezőgazdasági iskolát is meglátogatják. Megelőző egészségügyi vizsgálatokon vehettek részt Magyar Kanizsán a község nyugdíjasai. Az akciót a Magyar Kanizsai Egészségház és Nyugdíjasok Községi Egyesülete szervezte. Több mint 50-en jelentkeztek a vizsgálatokra. Vércukor és vérnyomásmérés mellett EKG, valamint más orvosi vizsgálatok is igénybe vehetőek voltak. Az Oromi Jenei Gábor szív problémákkal küzd, ezért nem volt kérdés, hogy jelentkezik-e az akcióra. De abban vigasztaltak meg, hogy nagyon jó az eredmény, nagyon jó, mindenféleképpen örülök neki. Úgyhogy érdemes volt eljönni, mert az ember megnyugtassa egy kicsikét magát, hogy untar mégis az egészségemet. A Magyar Kanizsai Egészségház és a Nyugdíjasok Községi Egyesülete közösen szervezte meg az akciót. Gyulai Karolina, az egészségház igazgatója elmondta, a térségben az érrendszeri és a szívbetegségek a legelterjedtebbek. 45 éves kor felett ajánlott a polgároknak részt venni ezeken az akciókon, a megelőzés és az időben való kezelések elkezdése véget. Mivel az idősek igen aktívak,
tehát nyugdíj után is közösségben találkoznak, kirándulnak, és különböző fizikai aktivitásokban is részt vesznek, hogy a szívüknek az egészségét, illetve az érrendszeri problémáikat időben észrevegyük, ha már pedig van, akkor is ezt tudjuk kezelni. A Nyugdíjasok Községi Egyesülete örömmel fogadta a felkérést, hiszen sok egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadást is szerveznek. A programunkban az is szerepel, hogy tehát ugye a nyugdíjasok aktivitásához alkalmazkodva bizonyos sportágakat, többek között jogát is, meg hát úgynevezett pikádózás, érmedobálás, tehát amiben lengőtek, amiben ugye hozzá tudnak férni, egy kicsit az egészség, tehát egy kis mozgás, torna is van közben beiktatva. A résztvevők az orvosi tanácsadás mellett ajándékot is kaptak. Édes hétvége áll előttünk, ugyanis a hétvégén minden a mézről fog szólni Szabadkán. Ismét méhészeti napokat szerveznek. A háromnapos rendezvényen a szerbiai és külföldi méhészek a finomságaik mellett bemutatják az idei év mézeit is. Szeptember 29-től október 1-ig méhészeti napok lesznek Szabadkán, ahol nem csak finom mézeket lehet majd kóstolni, hanem minden olyan eszközt is be lehet majd szerezni, ami a méhészkedéshez szükséges. Kalácsok, mézes italok, illatszerek és sok más mézből készült finomság várja majd az érdeklődőket Szabadka központjában. Az árusok már pénteken kint lesznek, de az ünnepélyes megnyitó szombaton lesz 10 órától. A méhész napokon a méhészek az idei termésüket fogják kiállítani a standjaikon, ami azt jelenti, hogy meg lehet találni minden mézterméket, tehát a mézeket, propoliszt, a másik méhtermékből a virágport, egyúttal keverékeket is fogunk előállítani. A standokon több, mint valószínű, hogy minden látogató megbírja találni a neki való, és ami ő neki megfelel a méhészeti termékekből. Idén 26. alkalommal szervezik meg a méhészeti napokat Szabadkán. A háromnapos eseményen külföldi kiállítókkal és termékekkel is találkozhatnak majd a kilátogatók. Biće 20 izlagača, izlagači su iz Subotice, iz Bačke Topole, Rume, Beograda i tako dalje. Dolaze nam gosti iz Mađarske, iz Rumunije i iz još nekih dijelova Srbije. Tako da očekujemo jedan lep skup, želimo da prezentujemo i da pokažemo našim građanima i gostima sve ono što smo toku ove godine uspeli da proizvedemo. Vajdaságban az elmúlt években újra fellendült a méhészet, de a probléma továbbra is az, hogy kevés fiatal érdeklődik a szakma iránt, hangzott el a sajtótájékoztatón. Köztudott egyébként, hogy a méz jót tesz az egészségünknek, ajánlott a mindennapi fogyasztása. Meg kell tanulnunk az alkalmazkodás különböző formáit, a klímaváltozáshoz, a vízválsághoz, a biológiai sokféleség csökkenéséhez, a termőföldek kimerüléséhez és az erdők pusztulásához, hiszen ilyesmire nem volt még példa a történelemben. Fogalmazott Áder János, a Planet Budapest 2023 fenntarthatósági expo és élményprogram megnyitóján. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, összhangban kell tartani a társadalmat, a környezetet és a gazdaságot. Felszólította a jelenlévőket, hogy legyünk mi az a nemzedék, amely ezt az önsorsrontást befejezi. Legyünk az a nemzedék, amely megtalálja az egyensúlyt a fejlődés és a természettel való együttélés között, hogy ez az évszázad ne egy tartós lánymenet, hanem a társadalom többsége számára egy viszonylag magas színvonalú humán jóléti időszak legyen, mondta Áder. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal negyedik alkalommal elvégzett hulladékfelmérése szerint a magyar háztartásokban 2016 óta 27%-kal csökkent az élelmiszerpazarlás. A rekordszámú több mint 500 háztartás részvételével lezajlott mérés eredményei azt mutatják, leggyakrabban továbbra is az ételmaradékok, a zöldségek és a gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek feleslegesen a szemétbe, közölte a Nébih. A közleményben kifejtették, jelentős csökkenést mértek a pékáruknál. 6 év alatt csak nem 60%-kal csökkent a fejenkénti éves pazarlás a kenyér, a kifli és a zsemle esetében. Az eredmények szerint a készítelekkel is tudatosabban bánnak a magyarok, ugyanis ebben a kategóriában csak nem 25%-ot sikerült lefaragni a pazarlásból.
Műfészkek, költőládák kihelyezésével segítheti a lakosság és az önkormányzatok a település lakó rágcsáló pusztító baglyok költését. Magyarországon 10 fészkelő bagolyfajtából 5 lakott területeken is él, vagy pedig kimondottan emberkövetőnek számít. Ez Vajdaságban sincs másként. Települési jelenlétük azért fontos, mert ezek a madarak elsősorban kis rágcsálókkal táplálkoznak, és fiókáikat is ezekkel etedik, így biológiai úton segítenek kordában tartani a városokban is problémát okozó egereket és patkányokat. A baglyok hiányában a rágcsálók állománya pasztását a házi és társállatok mellett az emberre is veszélyes mérgezett csalik kihelyezésével lehet csak megoldani, míg egyetlen erdei fülesbagoly évente akár 1000-nél is több rágcsálót zsákmányol, ami a népes telelőcsapatok esetében már óriási számot jelent. Második mérkőzését is megnyerte a szerb női labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligájában. Szerbia csapata kedd este Görögország válogatottját győzte le 4-0-ra Stara Pazován. A szerb válogatott találatait Jovana Damjanovic és Mijana Ivanovic szerezték, mindketten kétszer voltak eredményesek. Szerbia csapata két forduló után hibátlan a B-osztály harmadik csoportjában, ahol a lengyeleknek is két győzelmük van, de a szerbek jobb gól különbségüknek köszönhetően elsők a tabellán. A szerb válogatott következő mérkőzését október 27-én idegenben játssza majd Lengyelország ellen. Eddig tartott a híradó, érkeznek még egyszer a nap kiemelt hírei röviden. Nemzeti gyásznap van Szerbiában. Lezárták a forgalom előtt a Zentai út egy részét a szabadkai víztisztítónál. Megújul a Magyar Kanizsai József Attila könyvtár. A községi vers és prózamondó versennyel kezdődött a Hegyesi Literatúra, azaz a Csépe Emléknapok rendezvénysorozat Kishegyesen. Köszönjük, hogy velünk tartottak, még több hír várja önöket a pannonrtv.com-on. Folytassák az estét velünk, a viszontlátásra!